Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből a harmadik részből olvasom Isten igéjét, a 23. verstől eképpen. Mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Nagypénteken nagyon sokszor az emberek csak a keresztre gondolnak, az igazságtalan ítéletre, azokra, akik erőszakosan követelték egy igazság mellett kiállni nem tudó embertől azt, hogy feszítsd meg. Feszítsd meg Jézust, akiről ők mondták, hogy a zsidók királya. Ezen a mai napon, nagypénteken mi próbáljunk meg nem különbséget tenni egymás között. Nem gondolni arra, hogy mi egy picivel jobbak vagyunk. És ez ne nyugtasson meg bennünket, ne legyen hamis elképzelése vagy békessége senkinek közülünk. Az ige azt mondja, mindenki vétkezett. Hiával van az Isten dicsőségének. Minden embernek szüksége van kegyelemre, szüksége van a megváltásra. Minden embernek szüksége van arra, hogy megigazuljon Jézus Krisztus áldozata által. Mindenki vétkezett, mindenki hiával van az Isten dicsőségének. Ezért ezen a mai napon ne gondoljunk arra, hogy kicsivel vagy valamivel jobbak vagyunk másoknál, hanem gondoljunk arra, hogy ami nagypénteken történt, az értünk történt, Isten irántunk való irgalma és kegyelme jelent meg Jézus Krisztus áldozatában. Az ige azt mondja, hogy Isten őt rendelte el engesztelő áldozatul. Istennek ő ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nagyon fontos, hogy visszaemlékezzünk az ószövetségi eseményekre, az egyiptomi szabadulásra. Az egyiptomiak kemény szívűsége miatt a 10 csapás utolsó csapása volt az, amikor az öldöklő angyal bement az Egyiptomban élők házába, és elvett az elsőszülöttek életét. De aki hitt Mózes által közvetített isteni üzenetnek, hogy aki a páska vérével megkeni az ajtófélfáját, annak a házába nem megy be az öldöklő angyal. Aki hitt, az megmenekült. Ezért a mai napon is hirdetjük, hogy aki hisz a Jézus Krisztus vérében, akit Isten engesztelő áldozatul rendelt, az menekül meg. A nagypéntek csak annak csoda, annak érték, annak igazi elégtétel és szabadság. Amen.